és nem mellesleg a Berettyó újfalusi cirkuszfesztivál külön díjazottja. Tehát neki mindenben segítenek. Fogadják tehát hazánk büszkeségét, Bela von Skultéti! Ki az űrkutatásban használják, a rakéták hőmányzója, semmi nem képes se felfűteni, se meghajtani. Dr. Baposkút is a dunder királya, a világ legerősebb embere, játszik könnyedséggel, különféle testtájékaim fogja hajlítani. Thank you.
hangját. De a következőkben az előbbi gocs volt. Mi tudtam? A fánában. Pont mögöttünk van egy fatörzs. Tudom, mindig belemászik a közepébe. Csak vigyázzam, mert pont elég. Nem. Vagy talán egyszer, de az régen volt. A hazai fogorvosokat dicséri a következő mutatvány. Itt egy ellenlévők, Pantere Csimeleknek bejelenteni, hogy a következő mutatvány nem egyéb, hanem az a világszám, melyre Dr. Belfos Kultinti a dzsungel királya világ legeresebb embere, megkapta a Berettyó újfalusi cirkuszfesztivál különbözőt. Így annak idején, Houdini mentálisan, ott is Dr. Belfos Kultinti a dzsungel királya világ legeresebb embere, Pocsta erővel tépi a láncot. Elárulom önöknek, hogy a lánc titánium ötvözet. Meglehetősen kemény. A kínai, de jó! Szeretném felhívni a figyelmüket, talán nem tűnt fel, hogy olyan ez?
Talán felszűnt. Nagyon kiváló muzsikusok vannak, hozzáteszem, hogy még itt a sorok között is többen.